2008-ban keresték először Zemplén hangját, idén már határon túli jelentkezője is volt az énekzenei tehetségkutatónak. A döntőn szakmai zsűri és rokonok együtt izgultak a fellépőkkel a Sárospataki Művelődésházában. Valóban az a 2x10 ember körülbelül jutott be a döntőbe, akik ma nem csak versenyezni tudtak, hanem egy olyan szórakoztató műsorral is meglepték a közönséget, amit én szerettem volna. Kellemes, hasznossal összekötni. A főszervező szerint annak ellenére, hogy ők nem tudnak óriási nyereményt biztosítani, egyre népszerűbb a Zemplén hangja. Sokkal komolyabb versenyzők indulnak ezen a mi általunk szervezett versenyen. Most az elmúlt 3 év azt bizonyítja, hogy a versenyzők ezt tényleg egy szakmai versenynek könyvelik el, hiszen volt, aki harmadszor jött el, és egyik alkalommal sem vette vagy szegte kedvét az, hogy ő nem jutott első-második helyezéshez, hanem folyamatosan próbálkozik, és hol jobb, hol szerényebb eredményt tud elérni. A versenyen két kategóriában is eredményt hirdettek, a 18 év alattiaknál egy új fehértói fiatalember lett a győztes. Igazából 6. koromban kezdtem el igazából komolyabban foglalkozni az énekléssel, de már általános iskolában is énekzene tagozatos iskolába jártam. Nagyon jól éreztem magam, nagyon jó volt a hangulat, csodálatos volt, nagyon jó volt. Nagyon sokat kellett készülnöm, hogy ez a dal toppon legyen lelkiekben, fizikailag, meg énekileg is nagyon ott kellett lennem, hogy jól sikerüljön. A helyiek legnagyobb örömére egy fiatal sárospataki lány lett a 18 év felettiek kategóriájának győztese. Igazából minden típusú dalt eléneklek, lehet az kormorán, vagy netalántan egy népdal, mert rengeteg népdal éneklési versenyen voltam még általános iskolában, de jobban szeretem az ilyen R&B, jazzesebb beütésű dalokat. Most arra fektettük a hangsúlyt, hogy meglegyen a mély dög és a magas, amiben ki lehet adni mindent. Az elismerés mellett Martina és Ákos is stúdió felvételt és zenecsatornán való fellépési lehetőséget is nyertek a Zemplén hangja döntőjén.